Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető. Székelykáposztát készítek, ami ugye egy óriási kérdés sokunk számára, hogy ez Erdélyből, a székelyektől származik-e? Hát nem. Petőfi Sándor barátjának, Székely Józsefnek, írónak az egyik ötlete volt, ő is nagy gurmé volt, és kitalálta, hogy a pörköltet és a káposztát össze lehet házasítani, és milyen jól mennek egymáshoz. Először föl kell aprítani egy kis füstölt szalonnát, amit egy kis sertés zsírral kiolvasztunk, és ezen a kicsit füstölt szalonnás zsíron tiszteljük meg a hagymát. Jó kis lágy mangalica szalonna, egy kis zsír. Amikor ilyen jól kiolvadt a szalonnából a zsíradék, akkor jöhet rá az összeaprított vörös hagyma. És azt üvegesre pároljuk. Amíg a hagyma párolódik, addig jöhet a hús. Ez egy borjú gömbölyű felsál, amiből levágok most egy darabot, és abból készítek tulajdonképpen egy pörköltet, de mindenképpen kell a füstölt szalonna mellé is még egy kis fűszeres, füstölt dolog, és erre a legjobb a füstölt kolbász, úgyhogy azt is belekarikázom. Figyeljünk, hogy a hagyma ne égjen meg. Azért nem tettem most sót rá, mert a szalonna sós volt, de hogyha egy picit még sózzuk is, akkor könnyebben párolódik és nem ég. Falatnyi ilyen pörköltes formára vágjuk a húst, a hártyáját azt levágom róla. Meg is dinsztelődött a hagyma. A húst is szépen körbe pirítjuk, amíg teljesen körbe nem, ki nem fehéredik, kicsit akár meg is pirulhat, addig forgatjuk a hagymás zsíron. Közben ellenőrizzük a savanyú káposztát, hogy nem túl savanyú-e. Nagyon finom, tökéletes. És karikázom a füstölt kolbászt is. Jöhet a húshoz hozzá a kolbász. Még egy kicsit dinszteljük. A kolbászból már szépen jönnek ki a fűszerek. Meg is dinsztelődött a hús, úgyhogy jöhet bele egy kanál fűszerpaprika. 2-3 babérlevél. Elkeverjük a paprikát a zsíradékban, és már fel is öntjük vízzel, hogy ne keseredjen meg a paprika. Hát jó, 3/4-ig megfőzzük a húst. Amikor már olyan nagyon közel áll a készhez, akkor fogom rátenni a savanyú káposztát. Még annyi vizet adok hozzá, hogy a káposzta is megfőjön, épp hogy csak ellepje. Attól függ, hogy ki milyen hosszú lével kedveli, lehet egy picit hosszabb lével is, de én úgy szeretem, hogyha ez úgy masszívan összeáll, és csak picit szaftos. Úgyhogy akkor ráteszem a káposztát, még egy 20 percig főzöm, maximum fél óráig, és kész is van.